Nagy vagy barom, aki ilyenkor motorral megy? Az biztos. Akkorákat esek, hallott, esek, kelek. Meg tolom. Á, csúszik, nem lehet. Mehetünk haza. Kettő kör meg volt? Jó. Andis, osztom már, kiosztottad neki, ki mi, hogy merre? Ugyanez, megint csak kicsitől egy kicsit lassabban. Hogy csak idő van, de hát ahhoz képest még el vagyunk. Na. Hallod, neked küldtem szalámit, meg kenyeret. A Móninak a kocsiába van. Móninak a kocsiába van, ha nincs autóm. Meg... Jó, radja mindjárt. Hol jöttek? Ja, itt jöttek. Hova mentek, anyus? Ide gyere, haza. Vagy mivel? Ja, bocsánat. Jó, jó van, elnézést. Lenci, menci. Hát kicsi, ha leszálltál, hát de hát... Ha leszálltál. Jó. Nézzük át a következőt, mi hogyan megyünk. Melyikkel? Pepike, Padik. Ma többi az Ajde. Jó, meg vagyunk bőve, hál' Istennek. Jöttek a kis csajszok. Ügyesen. Nézd meg. Hát van időjárás. Mindig van időjárás. Na jó. Ez van. Egyszer megörökítem így magam, hogy szia papus! Itt van Miki, Maki papa. Szia tökös! Gyere egy kicsi! Gyere! Anyádat! Ja, bocsánat, az Maki volt, jó van, csak ügyéskedek. Ismerem őt, mondjuk el tud kapni keményen. Na jó. Jó, végignézzük az állományt. Ez van. Idő vintécske, hogy itt. Ez Padikban van, Ciluska. Nem szépen megfogtad őt. Ja. Nagyon jó mentem kedden. Mi? Hogy ment kedden? Jó. Jó, ideális mellette. Hát ez van, megyünk a Pepike pihen ma. A többit nyomjuk. Így körben, ez onnan sokat jött az Andris egy picikét, úgyhogy fogós a talaj. Ott sétáltam, hogy tudom milyen, alig lehet menni. És a lovak az jobban mennek. Ja. Hideg is van, elégez nekik. Egy csinos hölgyek itten. Megkérdezek a kis szerelmemnek a... Hogy ment a kis édes kis Lencike? Mondd el nekem, légy szíves. Nagyon jó nézel ki. Szia. Tehát jól ment a Lencike? Milyen jó nadrág rajta. Ja, de nem tud, nem mondod el nekem, hogy mi... Nincs meleged ebből, hogy itt... Ja, hogy jó. Jó? Na, jó, köszönöm. Jó, nem zavartalak meg, csak egy kicsikét gyönyörködök itt kora reggel. Hát. Ja, ne. Persze. Mi a lóva? Lóva gyönyörködök. Ja, félreértettel, hogy benned? Ne, hát nem értettem. A lovat kamerázza nem téged, hát gondolod? Jaj, de szép arcod van, Istenem, Donnatár, ilyenre ébredni kor a reggel. Ó, hát te bújjal én. Jó, simogass meg a lovacskát. Jó, Istenem, ilyen reggeleim vannak, hallod? Ezt a jó Isten megadta ezt nekem. Ilyen megtiszteltetésért, hogy itt lehetek az én egyik kedvenc szerelmemmel, Vivala Dívával. De ő egy nagyon izé fotogéncs, ez mindig mutatja magát. Na mi ez ott? Jaj, de tetszik neki! Jaj, de tetszik neki! Nagyon szeretem ezt a lovat. Nagyon. Persze a többit is, de őt nagyon. Itt egy nagyon szép munka folyik, pont a Fánikának szép kis patáját kaparja Noémi. Ez így helyes, nagyon jó. Ügyes, és nem is kell mondani, tudja a dolgát. Nagyon klassz. Jó, kicsim. Ügyesek. Anyus, neked tudod, mi lesz? Nem. A, na, high season biztos, hogy lesz. Például, nem tudom, most még egy csapatot, mert az akármikor kimehet a végén is, érted? Balikám, én kibotorkálok előre, a Feri vagy Andris itt van a Solokovnál, meg a Donnánál, jó? Feldobnak, mert én még kiérek motorral, az most egy kicsit tragédiásabb. Jó, aztán kell menni. Mondom, nem kell sok, ennél tudod a tempót, most már, hogy elmondtam, marha mély a talaj, úgyhogy ennyi elég nekik, azt sétálnak egy kicsit. Jó, el nem vagyunk semmivel maradva, persze, hogy más volt a termára. Jó. Vadászok, de hát ez van, mit csinálsz, hogyha... Mi meg is döglenének, most olyan melót mennénk. Komolyan mondom. Nem lehet. Nem lehet egy az, hogy olyan vadász sem, a nagy homa, á, csóritáim. Jó, azért elkésve se vagyunk, nem? Felhogy vagyunk, ha már mentek. Gyerek, dolgoztuk a... Hol van még a jövő, már megjön ja. Az új. És végigdolgoztuk a izét. Visszajön a izére. Végigdolgoztuk a... Marpárnát rakja cicus alá. Nem tudom, hogy hol van. Marpárna.